Maró, CNC eszterga és fröccsöntőgépeken folyik a munka az EU-Fire kocsordi üzemében. Különféle orvosi eszközökhöz készülnek alkatrészek. Ide látogattak el egy hasonló profilú amerikai vállalat képviselői pénteken. Miután megtekintették a gépeket és a munkafolyamatokat, együttműködést írtak alá a magyar cégcsoporttal. Ennek értelmében hazánkba hozzák úttörő technológiájukat, a tűmentes injekciót, amelynek a lényege, hogy a hagyományos orvosi tűk helyett azok nélkül juttatják be a különféle gyógykészítményeket a szervezetbe. Úgy gondolják, világszerte szükség van erre a megoldásra. Két oka van ennek. Sok ember tűfóbiás. Vegyünk csak engem, aki nem szereti a tűket. És ha lehet választani, hogy tűvel vagy anélkül kapjak meg valamit, utóbbit választom. És ott a sok oltás, mondjuk a koronavírus, vagy az influenza ellen, vagy a különféle gyógyszerek, például valamilyen allergia ellen. Szerte a világon egyre több ember választaná ezt az új technikát ezek beadásához a tű helyett. A másik ok az egészségügyi dolgozók biztonsága. A kórházakban, a rendelőkben sokan sérülnek meg az általuk használt tűktől. Tűmentes technológiával ez is elkerülhető. Néhány eszköz már letakarva, de jobbára még üres ez a közel 10 000 négyzetméteres csarnok a Máté-Szalkai Ipari Parkban. Az EU-Fire új gyártóbázisán egészségügyi gumikesztyű, fecskendő, tű, orvosi szikék, vágóeszközök és olló készülnek majd jövő év elejétől. Kerestünk olyan új innovációs termékeket is, amikkel a saját termékportfóliónk mellett jelen tudunk lenni a piacokon, és így találtunk rá az Integri Medicára. Egyébként több ilyen innovatív terméknek a disztribúciójával is foglalkozik cégcsoportunk, emellett a kutatásfejlesztési részlegünk is új termékeknek a fejlesztésén folyamatosan dolgozik. A tűmentes technológia alkalmazását a közegészségügyben szeretnék meghonosítani, és nem csak a gyermek, hanem a felnőtt gyógyászatban is. Ráadásul ma már sok olyan gyógyszerkészítmény van, amely hatásosabb egy tű nélkül beadott injekcióval. Az amerikai cég egyébként jelenleg a Távol-Keleten gyártja ezt a terméket, ez bővülhet a jövőben Máté-Szalkával. Itt le is gyártják majd az alkatrészeit és össze is szerelik. Ezt követően főleg Közép- és Kelet-Európában, valamint Ázsiában forgalmazzák majd a technikát. Már Magyarországon is van erre kereslet, sőt van olyan földrész már a világban, ahol például Covid vakcinát csak és kizárólag, egyfajta Covid vakcinát kizárólag ezzel lehet beadni, és pont a hatásfoka miatt, és azért is, mert kevesebb gyógyszerre van szükség az emberi szervezetben abban az esetben, hogyha nem tűvel adják be, hanem tű nélküli injekcióval, fájdalommentesen. A tű nélküli technológia egyébként nagy sebességű mechanikai erő segítségével juttatja be a szervezetbe az új RNS alapú biológiai anyagokat és gyógyszereket a bőrön vagy izmokon keresztül.